amikor másfél ezer, kétezer ember egy lotri napot meg. Igézni a saját természetességeit. Akkor ott lehet elképzelni, hogyan az nézett ki. Foglyoknak csak kétszer naponta lehet ide jönni és igézni a saját természetes szükségeit. Csak reggel meg este. Ráadásul, amikor reggel vagy este ide jöttek, senkinek nem volt annyira sok ideje, amennyire volt szüksége. Mert az ajtónál egy felügyelő állt, és 10-ig, 15-ig szapsak. És mindenkinek csak 10-15 másodperce volt, hogy jöjjön be, végezze a saját természetes szükségeig, és menjen ki. Nem lehetett több ideig tölteni, mert agyonvertek, folytották meg latrinákon is. Akkor elképzelni lehet, hogyan az nézett ki, és hogyan néztek ki azok a latrina, ezek a bici, az este után, vagy a reggel után. Valakinek kitakarítani kellett, tisztítani kellett, az a munkát maguk a fagyok üdvesztik ki, és hozzán akartak itt. Mindenek előtt a vízüket egy alasztott át, nem esett az első, nem esett a túl, hanem a szín melegek. Ráadásul, amikor tisztíták a latrinákat, mondjuk az a szag, amely kijött az örülékből, átment maguk a fagyokra. Az annyira undorító volt, hogy se kápú, se felügyelő nem került az a fagyok közelébe. Amikor nem került, sem verte őt, sem karbácsolta őt, bikin hagyta. És azért fogjuk akartak itt dolgozni, mert nem annyira gyakran vették őket, mint más foglyokat, és azért lehetőségük van túlélni. Főleg azok, akik épületekben dolgoznak, konyhákban, raktárakban, latrinabarakakban, nekik lehet legnagyobb lehetőségük van túlélni. Azok, akik kint dolgoztak, például azokat a vízet levezető árakat építették, ők meghaltak leggyorsabban, mert télen így mínusz 20, mínusz 25 fok volt, akkor lehetetlen van túlélni, amikor csak a zsuhákban van. Néha is bujkálták latrinákban, amikor tudták, hogy lesz egy szelekció. A szelekciót nem csak akkor végezték, amikor egy transport ide jött, oda a rámpán, nagyon gyakran a lakóbarakokban is. Az eszet orvos oda jött, és mutatta, ki rosszul néz ki, és tessék gázpakába vezető. És amikor foglyok tudták, hogy valószínűleg lesz egy szelekció, ide jöttek, ha csak tértekben bementek, mert jobb volt bemenni ide túlvágni, mint ott maradni lakóbarakban is szelekció. Itt is mazsdok voltak, de mag nincsenek. Akkor, amikor foglyok ide mentek, jöttek be, és csak 15 másodpercig volt, hogy akkor végezni kellett saját természetes szükségek, és mosni kellett kezed, lehetett kezed itt. Leggyakrabban nem volt semmi víz, akkor foglyok leggyakrabban csak végezték a saját természetes szükségek, az volt fontosabb, ugye? Amikor itt volt egy víz, néha foglyok azt ittak, de a víz annyira mérgező volt, annyira sok baktérium volt benne, hogy aztán hasmenésük volt, és annál is gyorsabban inkább csak meg. Most menjünk el a következő épületbe.